A tubarózsák illatát a képernyőn át nem lehet érezni, de a kertben parfüm illatfelhő van az ültetvény körül. Rengeteg munka volt, ennyi munka után még többet reméltem, de az vigasztal, hogy a tavaly évben is rengeteg munka volt, és a virág megközelítőre sem volt ilyen, sokkal később virágzott, és nem volt ilyen erőteljes. Egyetlen gond az, hogy a virágzás olyan beindult, de nem tökéletesen nyílik a virág, ennek millió oka lehet, nem tudom, hogy vízhiány is lehet, de most mindenre ráfoghatom, nem nyílik ki a virág végig. Tehát megkezdi a nyílás, mint amit most is látszik, és gyakorlatilag egy 50-60%-os állapotban utána nem nyílik tovább. Most kezdődött egy másfél hete az első virágokat, amikor leszettem. Aki, amit bevittem ugye vázába, az eleve nem nyílik annyira, de ami kimaradt, az is most is lehet látni, hogy nem nyílik tovább. Tehát vártam, és sajnos az a gond, hogy majdnem mindegyszerre van olyan állapotban, hogy piacképes lenne. De hát most nem sikerült olyan jó, de mi mindig jobb, mint a többi, amit nem sikerült semmit betakarítani. Nem nehéz meghonosítani végül is. Nem tudom az ős hazájában, hogy a Dél-Amerikában milyenek a talajviszonyok, illetve ahonnan származik, ugye Erdélyből, ott valószínűleg nem ennyire kötöttek a talajok. Egyetlen probléma az, hogy ez nagyon erős agyagtartalmú talaj, mint amit is van. Ez ugyan nagyon jó víztartó, de az a baj, hogy nem is engedi a vizet. Tehát itt az úgynevezett locsolás, amit szoktak, hogy kiskannával meglocsolgatom, megspiccolgatom, az nem jelent semmit. A felszínre öntött víz egy 3-4 centi réteg után lezárja a talajt, és a gyökér nem kap vizet. Ezt nagyon nehéz így átgondolni és tudomásul venni, tehát hiába nedvesnek látszik a teteje, lezárja a gyökeret, és a gyökér a mélyebb rétegekben egyszerűen szenved a vízhiánytól. Ha elnyílnak a virágok, aztán még van teendő jócskán. Én még várom, hogy erősödjen ugye a maga a gumórész, amelyik a jövő évi szaporító anyag lesz. Utána majd, amikor a levele is úgy tűnik, hogy talán már nem fejleszt annyit, akkor szeptember végén valószínű felszedem, megszárítom, hát a földet, talajt leszedem róla, még tovább szellőztetem, szárítom és elteszem telelni. Télen is van vele gond, azért csak meg kell nézni, hogy mi van vele. Ha se szereti, ha nagyon-nagyon nagy száraz a körülmény, tehát úgynevezett kazánházak, azok nem kedvezők, mert nagyon kiszárad. A másik meg az, amikor nincs megfelelő szellőzés, akkor bepenézedik a gyökeret.